Sziget bal oldalával, Lila golyóra. Egy nagyon erőteljes kapás. Kicsi horog. Kicsi csali. Eljött jobbra a halunk. Pont a másik, a jobbos botom alatt van. Át is kell venni alatta. Nem akarom, hogy a többiek is összeakadjanak, ezért próbálom minél jobban erre felém húzni. Próbálom megállítani itt a két bot között. Kicsit komótosabb, mint az eddigiek. Én elkezdett küzdeni, de meg is adta magát. Lehet látni, hogy a kicsi horog milyen szépen megtartotta a szája szélébe a húst, teljesen átfogta. Látni, milyen pocakos. Megmérjük. Nagyon fontos ilyenkor felállítani a halat, hogy egy kicsit észhez térjen. Itt a parti küzdelemben nem hogy valami probléma sem. Küld a barátaidat is. Szép estét kívánok mindenkinek innen Bátony terénye mellől, a Maconkai víztározó partján felállított stúdiónkból, ahol jelenleg is zajlik már az 5. professzionális bojlis Európa Kupa, amely egyben a 20. SBS PVTV Maconka nemzetközi bojlis verseny is. Hát egy igazán rangos viadalra gyűltek össze ma
több európai nemzet csapatai és versenyhorgászai, hogy megmérettessék magukat egy igazán komoly bojlis ponyfogó küzdelemben. Ebben a víztározóban tudomásom szerint 59 féle halfaj él, hát ebből három az, amelyre ezek a mostani versenyzők hajtanak, elsősorban pontyra, esetleg amúra, és hát a tározó egyik különlegesség az, hogy a márnák is élnek benne. Nyilván ez lesz talán a legelenyészőbb, amely orrogra kerül, de őket is pontozzák majd. A mai nap folyamán ugye ez az első alkalom, hogy bejelentkezünk, és az egész héten, egészen csütörtökig majd így teszünk, majd minden este 8 órától egy rövid összefoglalót sugárzunk majd élőben innen a stúdióból a aktuális nap eseményeiről, illetve élőben beszélgetünk majd meghívott vendégeinkkel. A mai első vendégünk majd Mikola Péter lesz, akivel beszélgetünk. Itt látszik közben a stúdió, ebben a kihelyezett kis átalakított faházban vagyunk most itt jó néhányan, kollégáimmal, illetve hát a PVTV romániai stábjának tagjaival közvetítjük ezt a műsor folyamot a mai nap folyamán. Az időjárás rendkívül megtréfálta egyébként a versenyen résztvevőit és mindannyiunkat. Önök is talán meglepődtek azon, hogy június első napjaiban milyen zordra fordult az időjárás. Hát itt a versenyzők, illetve a szervezők talán annyira nem, de itt a Mátra alján hatalmas nagy zivatar ért el mindannyiunkat a reggeli délelőtti órákban, úgyhogy a versenyen így előjáróban azért annyit elmondanák, hogy a kipakolást nagyon megnehezített ez a csapatoknak. Mostanra azonban úgy gondolom már mindjárt felkészültek az éjszakára, és alaposan felkészültek arra, hogy versenyezzenek. Említettem már, hogy Mikola Péter itt van a stúdióban, előre is köszöntelek, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve hogy maradtál, mert hogy meglehetősen sűrű a programod, a versenyre még eddig nem sok időd jutott igazából, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hát igen, ez majd meglátszik az eredményemben, és majd elszámolunk a végén, ha nem tudom megnyerni a versenyt. Igen, hát ugye élő adás Macunkáról, ez a legelső, én úgy tudom. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, mindenki tudja így látni, hogy mi, hogy alakul a verseny, ki van az élen, milyen halakat fognak a versenyzők, és tényleg, hogy milyen nagy csata folyik itten, és élőben sokkal érdekesebb lesz minden nap ezt figyelni. Hogy várod ezt a versenyt? Hogyan vártad? Már most benne vagyunk, de kicsit tekintsünk az elejére a dolgoknak. Hát mindig nagyon várom. Tehát Macunka nekem a szívemhez nőtt. Mindenki tudja, hogy azért sok szép eredményt elértem Macunkán. Mindig szívesen jövök. Nagyon erős a mezőny, tehát én ezt tudom állítani, hogy Magyarországon a legerősebb mezőny áll itt fel. Romániából, Németországból, Magyarországból, vagy különböző országból a legjobb csapatok jönnek, nagyon erősök, és ugye nagyon meg kell küzdeni azért az első három helyezésért, illetve a szektor egyért. Nem lesz könnyű. Peti, én azt látom és hallom itt az elmúlt órák alapján, hát nyilván hatalmas nagy siker volt az, hogy a WCC-n ilyen csodálatos eredményt értetek el, de nekem most már úgy tűnik, hogy ez majd, hogy nem teher lesz a számotokra. Tehernek érzed a sikert? Azért mindenki úgy mondja, hogy világbajnok, itt a világbajnok. Mennyire érzed ezt, ennek a súlyát mostanában? Hát illetve hát most ezen a versenyen. Teher, itt ülök veled, nem hogy fognám a halat ott a parton. De ott van a két remek csapattársad, akik is segít. Hát remélem, hogy csinálják a dolgokat, másképp baj lesz. Hát teher. Bár mindenkinek ilyen teherre lenne. Mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer az életben megadott szóval ez a lehetőség, hogy megnyerjen egy ilyen világkupát, tehát a legrangosabb pontyozó versenyt megnyerni azért nem semmi. Ugye a tavaly Bolsenán 11.400 hektáros taván megnyerni, 160 csapat közül 28 országon megnyerni ezt a csatát azért egy álom valóra vált. Efelett még azért megnyertük a legnagyobb Haldiát is, és csapatban is ugye ott van egy ilyen csapatverseny, hogy három csapat összeáll, és akkor abban is másodikok lettünk. Hát egy álom valóra vált, és még most is úgy megborzongom, mikor rágondolok. Nagyon jó élmény volt, és tényleg felejthetetlen, tehát beiratkoztál ezzel a ponyhorgász a történelmébe, mikor ugye fel van gravírozva a neved a trófeára, a Workar Classic trófeára, azt már senki se veheti el tőled, az ott lesz örökké, és remélem, hogy sok barátomnak és horgásztársának meg lesz ez a lehetősége, hogy egy ilyet megnyerjen.
A mostani verseny, amely ma kezdődött el, nyilván másabb, másabbak a körülmények. Túl vagy a sorsoláson, hiszen már elkezdődött a verseny, néhány órája már bent vannak a végszerelékek a vízben. Mit lehet tudni a helyről, amit sorsoltatok, amit végül választottatok? Mennyire vagy elégedett ezzel az eseményre, illetve hát a helyen magával? Hát nem választottuk, mert ez a lényeg a mostani jubileumi kupának, hogy egy kicsit változtattunk a sorsoláson. Szerintem egy jó változtatás volt. Én is benne voltam egy kicsit ebbe a változtatásban, meg lehet mások is. Úgy láttam, hogy el volt fogadva. A Workout Classichoz hasonlóan folyik itt is a sorsolás, tehát kihúzol egy helyet, ha tetszik, akkor elfogadod és elmész, és horgászol arról a standról, ha nem, akkor még egyet húzhatsz, de akkor azzal már muszáj elmenjél, tehát elfogad, és ott horgászál. Miért jobb ez? Szerintem ezt beszéltük a Dérérúrral is, és más csapatokkal is. Ugye, ha új csapatokat akarunk hozni, külföldi csapatokat, akik legelőször fognak megjelenni Maconkán, szerintem ez nagyon fontos. Mert látszott nagyon jól az utóbbi kupákon, hogyha olyan csapatok, mint én tegyük fel, aki már ide jár régóta, nagyon jól ismeri a vizet, ha választásra sorsolás volt, akkor ugye az elsőbe húztál, akkor ki beültél egy jó helyre, és egy jó csapat, egy jó helyen, az nem ad esélyt senkinek, tehát ezt így mondják nálunk Romániában is, tehát az olyan már nem engedik ki a kezéből. Így szerintem sokkal egyenlőbb lesz a verseny. Megvan adatva az, hogy egy új csapat, aki először jön Maconkára, kihúzon egy helyet, és jó helyre essen, és ne legyen az a dolog benne, hogy ismered a tavat, vagy nem. Tehát szerencse, mint máshol is, ez is kell a pecához, mindenki tudja, tehát szerencse nélkül és egy jó hely nélkül nem tudsz csinálni szép eredmény, de szerintem egy jó választás volt ez a változtatás. És a hely, ahol most vagytok, mennyire tűnik ismerősnek az eddigi versenyek alapján, az itteni tapasztalatok alapján? Hát a B6-oson vagyunk, ez az utolsó előtti hely, az utolsó előtti stand az első félszigeten. Ez a múltbeli favorit hely volt, tehát jó hely volt, most tűnik rossznak, de a statisztika szerint az utolsó maconkai kupánkon, vagy Európa kupákon, most már így erre a nivóra jutunk, hogy egy nagyon szép Európa kupa van itt Maconkán, nem adott olyan jó eredményeket. Hát én a verseny után szeretném, hogy egy favorit hely legyen, ha meglássuk, hogy hogy sikerül ezt összehozni. Én most nem fogok vele ugyan csörögni, mert a nézők nem fogják hallani, hogy mit mondunk, de van itt az asztalon két csomag bolli, the red one és a black one. Hát használtátok a WCC-n is, most is használjátok? Mit kell tudni ezekről a csörökről? Hát csak ezt használjuk, hát ugye a PVT-vel és ezután a nagy siker után, ugye a világkupa megnyerése után azért elég sok minden változik az ember életében, megjelenek a szponzorok, megjelenek a lehetőségek, és akkor éltünk a PVT-vel, az egyik fő szponzorunk, és éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy azt mondtuk, hogy dobjuk ki ezt a kétfajta bolyot, amit mi használunk, és évek óta nekünk bizonyított, dobjuk ki a piacra, és hogy másoknak is ugyanolyan jó eredményeket, sikereket okozzon. Ez nekünk bevált úgy, mint sokkal a specánál, tehát a gyorsaság számított, nem számít, hogy milyen nagy a hal, csak minél többet fogjál meg, mint maconka vagy más tavakon, de ugyanúgy bizonyított a nagy hal megfogásába, és ugye a tavaly Európa kupán megfogtuk a tórekordot, tehát ezzel megint csak büszkélkedhetek, és egy nagyon szép tükörpont volt, 20 kg 93 deka. Nekünk bizonyított, remélünk, hogy másoknak is sok sikert fog okozni. Nagyon kapos, hogy lehet, hogy a srácok fogtak valamit, úgyhogy mindjárt el is engedünk. Remélem, hogy elengedtek, mert úgy látszik, nagyon húzza a fiúknak. Akkor végezetül mit vársz az első éjszakától? Ilyenkor az etetés után máshol már halljuk, hogy azért megmozdultak a halak, húzták a szereléket. Mit vársz most az elejétől a versenynek? Figyelj, mi egy ilyen tapogató speciát kezdtünk el most az elején. Ilyen frontos az idő. Nem bíztunk abba, hogy egy nagy etetéssel jól csinálunk. Elkezdtünk csak dobót csövezni, csak boilit, meglássuk, hogy milyen eredményt hoz. Mások etettek masszívan, lehet, hogy az ő stratégiájuk jön be, lehet, hogy a miénk, de ezt majd tudjuk változtatni. Mi szeretünk így egy kicsit lassan tapogatózni, egy kicsit rájönni, hogy milyen a kapókedve a halaknak, milyen a hely, egy kicsit felmérni, hogy igenis érdemes-e többet etetni, vagy inkább csak ilyen izolált tecával tovább vinni. Ezt meglássuk, egyenlőre
Nem fogtunk halat, de már csörög a telefon, úgyhogy remélem már egy 20 pluszos ott van a matracon. Na, hát akkor így legyen. Péter, nagyon szépen köszönjük. A héten még mindenféleképp visszatérünk hozzátok. Lehet, hogy megint invitálunk ismételten majd ide a stúdióba, remélem. De hogy a helyszínen is meglátogatunk titeket, ez egészen biztos. Okay. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. De még mielőtt elmész, neked is figyelmetbe ajánlom azt a következő bejátszást, amelyen bemutatjuk, hogy hogyan is zajlott a délelőtt, mennyire voltak türelmetlenek a horgászok a sorsolást megelőzően. Jöjjön ez a bejátszás. Peti, először is gratulálok a tavalyi World Cup klasszikus győzelmetekhez, ez egy nagy mérföldkő volt, gondolom, életetekben. Hát, biztos, köszönöm szépen. Hát, egy álom, ahogy már sokszor elmondtam, egy álom valóra vált, és tényleg ez egy olyan, hogy beiratkoztál a ponthorgászat történelmébe. Hát mindenkinek azt kívánom, minden ponthorgásznak, hogy legyen meg ez az esélye egyszer az életben. Nem olyan könnyű, de reménykedni kell mindig, és bevállalni ezt, mert ha nem, akkor nincs semmi esélye. Miben változott meg az életetek? Sok meghívás van, sok versenyre. Sajnos a szabadidő az mindig befolyása ezt a dolgokat. Nem tudunk eleget tenni ennek a sok kérésnek, tehát nagyon sok versenyre el vagyunk hívva, de nincs idő rá, és ezúttal is csak bocsánatot tudok kérni, mert ugye nekem van egy munkahelyem, és azt kell csinálni sajnos. Viszont Maconka a szíved csücske, lehet ezt mondani. Igen, mondhatnám, hogy itt nőttünk fel, hogy a Sipos Attilával kezdtem a versengést. A legelső nagy verseny, nemzetközi verseny, amelyiken részt vettem, az Maconka volt. Ha jól emlékszek vissza, akkor harmadikak lettünk elsőből, és egyből ugye megszerettük, most is szeressük, és reméljük, hogy egy jó pecázunk most is. Szerintem minden pecás elindul a verseny, akkor ott akar lenni az első helyen, aztán a második cél, hogy a dobogón ott legyen. Ezért mindent megteszünk mindig, verekedni fogunk. Most ugye a Fortuna is mindig befolyásolja a horgászatot, ezt mindenki tudja. Kell hozzá egy jó hely, és hát meglássuk. Hová szeretnétek húzni? Hát szeretünk nagyhalazni, úgyhogy a gát az mindig bejön nekünk. Szép nagyhalakat lehet fogni. Oda szeretnénk most is húzni, meglássuk, hogy még hely sikerül. Hogy álltok a csalikkal? Készültök-e valami újdonsággal? Nyilván nem feltétlenül olyan titkokra vagyok kíváncsi, amit nem kötnél az orrunkra, de valamit elárulsz ezekből? A csali a jó bevált már, ami nekünk sokszor már sok sikert hozott, és pódiumokat, és ugye nagy halakat is, tehát ez aki mindenki már úgy tudja, hogy a piros meg a fekete, mert még így neveztük el, és akkor sokan nézték, és az idéntől már piacra is dobtuk a PVTV segítségével. Reméljük, hogy sok horgásznak ez sok sikert fog okozni, szép nagy halat, azzal megyünk most is, ez bevált, úgyhogy ezt nem változtattuk. Ezen a vizen piros és fekete. Zoli, te nem is az SBS csapat tagja vagy, hanem te vagy maga az SBS. Hogy ismét itt vagytok, ez a buta kérdés jutott eszembe, minden évben itt vagytok Maconkán, tavaly másodikok lettetek, most hol szeretnétek végezni, az első vagy a második helyen? Hát, természetesen az ember mindig ugye még előrébb szeretne jutni, mint ahol van, tehát hogy a második hely előtt ugye már csak az első hely van, persze természetesen mindig azzal a lendülettel és az a célkitűzéssel jövünk, hogy mi szeretnénk elsők lenni, mindent megteszünk ennek érdekében, de ugye hát azért ez sok mindentől függ, főleg most már a helyválasztás az nagyon nagy befolyásoló tényező, ami meg ugye még most egy kicsit meg lett fordítva a dolog, meg lett változtatva, hogy egy eddig helyválasztás volt, most már sorsolás van. A sorsolásban ugye helyet húzunk, annyi van, hogy van egy lehetőségünk arra, hogy visszadobjuk egyszer, hogyha az nekünk nem tetszik, de a következőt, amit kihúzunk, azt már el kell fogadni. Tehát ugye ebből megint nehéz, hogy azt a tapasztalatunkat, mint hogy te is mondtad, hogy sokszor itt voltunk már, és ezt a tapasztalatot ugye nem tudjuk felhasználni, mert hiába nem azon, hogy odaülünk, ahova mi szeretnénk, hanem amit éppen húzunk, amit ki tudunk húzni. Ami még talán érdekes, még visszatérve, ugye, amit mondtál, hogy igen, ez nekünk nagyon nagy jubileum, mert ez a 20. alkalom a Maconkának, és mind a 20 alkalommal itt voltunk Maconkán, mi vagyunk egyedül az a csapat, aki változatlan feltételek mellett, meg ugyanabban a csapat összeállításban vannak. Melyik a favorit helyetek? Nagy halazás, vagy inkább a sok halra mennétek rá? Régen mindig ránk húzták ezt a köntös, hogy jó, a kis halasak, mi szeretünk nagy halat fogni, csak sokszor, ugye, ha olyan helyre kerültünk, akkor azt lovagoltuk meg a kis halat, hogyha nagy helyre, akkor szeretünk természetesen mi is nagy halat fogni. Jobb
jobban szeretnénk a nagy halaspályára ülni, mert úgy ott kevesebb munkával nagyobb léptékben lehet előrébb lépni, de ha a kis halaspályára kell ülni, akkor ott is meg hiszem, hogy megálljuk ott is a helyünket. Tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy mindenre fel vagyunk készülve, de természetesen kevesebb munkával jár a nagy halaspályán jó eredményt elérni. Mit szólsz a frontokhoz? Most azért nem az a tipikus május van, inkább ilyen kora őszi időre hasonlít az időjárás. Igen, ez nagyon megbonyolítja a dolgokat egyébként, tehát a légnyomás is nagyon alacsonyan van, és ilyenkor a halakapók, ez az tényleg, ahogy szokták mondani, hogy nagyon alacsony szinten van, nem szeretnek ilyenkor táplálkozni a halak. Bízunk benne, hogy szerdára már felmelegedés, majd változik ez a légnyomás is, és akkor hiszem, hogy onnantól kezdve lehet jobb eredményeket elérni. Biztos vagyok benne, hogy az első két nap hatalmas nagy eredmények nem fognak születni a fogásoknak. Az eső mindjárt leszakad, de az is lehet, hogy nem. Senki nem tudja, hogy a frontokra hogyan reagálnak majd a halak, meg hogy mi el fogunk-e ázni. Ahogyan Kovács Zoli is mondta, ilyenkor teljesen kiszámíthatatlan, de leginkább a nyomásnak köszönhetően alacsony a kapókedve a halaknak. De hát a verseny pont ezért szép. Egy hétig fog tartani, addig még bármi történhet. Most már azokat a pillanatokat éljük át, amikor minden versenyző húz egy sorszámot, és egy perce van arra, hogy eldöntse, hogy neki az a hely kell, vagy nem. Ha nem kell, akkor visszadobja, és a második húzott hely már végleges. Hát nem vagytok túl szerencsés helyen, Józsi, ti az utolsó pozícióban vagytok, most hogy érzitek magatokat? Hát én nem valami jól, megmondom őszintén, kihúztuk valóban az utolsó helyet, és hát majd a 28. húzó eldönti, hogy mi hova menjünk horgászni. Én azt mondom, hogy ha lesz egy kis szerencsénk, akkor lehet, hogy benn marad egy ilyen közepes hely. Azért a tó az elmúlt években elég nagy rekonstrukción esett át, tehát nagyon átalakultak a viszonyok. Egyáltalán lehet azt már tudni, hogy hol mozognak ilyenkor a halak? Hát szerintem most nem. Következtetés lehet levonni, hogy előző napokban honnan fogták a halat, meg milyen széljárás volt. Erre azt gondoljuk, hogy a gát felé, tehát a tónak ezen a részén lesznek a halak, és inkább nagyobb halak fognak kikerülni. Ennyit tudunk csak levonni, mást én nem. Én megmondom őszintén, nem szeretnék sekélyvízre húzni, inkább mélyebb vizet szeretnék, tehát nagyobb halakat szeretnék fogni. Hát meglátjuk. Hát a csapatok valóban nagyon izgatottak voltak a sorsolás előtt, mindenki csak találgatni tudott. Most már egyébként, hogy megkezdődött a verseny, nyilván egy kicsit többet tudnak, nem csak a helyeket illetően, hanem azt is, hogy esetleg előttük hogyan mozognak a halak. Viszont sikerült megszólaltatunk Fiola Györgyöt, aki az előző hasonló versenyt megnyerte, és itt Maconkán nyilván értékes tapasztalatokat osztott meg velünk, ez a bejátszás következik most. Ilyenkor teljesen más lelki állapotban jöttök erre a viadalra, azért egy címvédőnek soha nem egyszerű. Így van, tehát nem egyszerű, a termékek ugyanazok, amik tavaly voltak, tehát elkészültünk a versenyre, teljes termékpalettánkat elhoztuk, ugyanaz, amit tavaly volt, és szépen kihúzzuk a helyet, oda megyünk, megcsináljuk a dolgunkat, látjuk, tesszük a dolgunkat. Tavaly mi volt az, amivel úgy gondoljátok, hogy nyerni tudtatok az előző professzionális? Nincs ebbe semmi különlegesség, a Total Base-nek a Robin Spice nevezetű termékcsaládjával horgáztunk, úgy, mint a Method Mix-ikkel, pasztájukkal és borjukkal. Volt 24-es főzött, 24-es oldódó, és 14 mm-es volt a csalizó borj, és az is szintén oldódó volt. Ugye nagyon-nagyon fontos lesz a hely választás, illetve sorsolás, azért ez nagyban befolyásolhatja majd a versenynek a végkimenetelét. Mindig ilyenkor, még előtte vagyunk ugye a sorsolásnak, azonnal változtatni kell, tudtok majd variálni, hogy ki tudjatok használni az adódó lehetőségeket, a helyben rejlő lehetőségeket? Persze, tehát készültünk, ugye van egy külső segítségünk mindig, tehát egy háttérember, ugye minden csapatnál van egy háttérember, aztán minket is próbáltuk helyileg, észben, agyilag felkészíteni, és tehát olyan pályát húzunk, akkor rögtön változtatunk, tehát nincs ebben semmi különlegesség. Mit gondoltok, meg lehet a címvédés? Ez erős a mezőn. Igen, nagyon-nagyon jó csapatok vannak, nagyon jó meg volt szervezve a verseny. Hát most, tehát ugye minden csapat úgy jön el, hogy nyerni akar. Természetesen szeretnénk megvédeni a címünket, de meglátjuk, hogy mi fog történni a versenyen. Mi kell ahhoz, hogy ott legyetek az elején? Egy nagyon jó szervezett csapat, nagyon jó termékek, csalogató anyagok és összetartás a csapatnak, és kitartás a végén.
hallottuk a jó tanácsokat, mit érdemes tudni, illetve mit kellett tudni az elmúlt évben, az majd kiderül, hogy idén mi kell ahhoz, hogy valóban sikerüljön a címvédés. Most azonban, hogy mit kell tudni a tározóról, azt meg tudjuk majd Lőrinc Józseftől, akinek köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll, szervusz. Hát itt van mellettünk ez a térkép, itt tökéletesen ábrázolva vannak már a szektorok, erről majd egyébként később beszélni fogunk természetesen, hogy ki hol helyezkedik el a csapatok közül, ki hova sorsolt. De hát mit kell tudni magáról a tározóról, illetve hát természetesen azokról a részekről, ahol a verseny zajlik. Sziasztok! Nagyon szeretném mondani, hogy 29 csapat indult most, ugye 29 csapatnak szervezzük a versenyt. Pályakitűzésnél figyelembe vettük azt, hogy mindenkinek esélyegyenlőséget adjunk. Mindig pályakitűzésnél figyelembe veszük az időjárást, a vízállást, hajjárást. A gáton 14 csapat, 13 csapatnak lett kijelölve a hely. Itt a gát? Már csak azok ez a hozgát, ezen a szakaszon. Itt a nyári kötőn két csapat, az egyes szigeten, amit egyes szigetnek hívunk, ott 6 csapat, Felező szigeten két csapat, valamint a kettes szigeten ugyanúgy 6 csapat. Az esélyegyenlőség az teljesen egyforma. Igazából a gáti szakaszon főleg nagy halas víz, ezt tudjuk. Aha. A versenytapasztalatokból 30 versenyt szerveztünk, Maconkán 30 bolyd is versenyt körülbelül eddig. De itt nagyon úgy tűnik, hogy itt nagyon egyformák az esélyek. Én teljesen laikus vagyok, pláne a bojlis horgászatban, de úgy gondolom, hogy itt egymás mellett viszonylag egyenes szakaszon, nem tudom a meder viszonyok milyenek, mit kell erről a részről tudni? A gát első része, körülbelül idáig ez majdnem, hogy egyforma. Aha. Vannak igazából foltszerűen vörös szúnyog telepek, ami nagyba befolyásolja a hajjárást, a hal táplálkozását. Ezt ugye mindenféleképpen több verseny által tapasztalva láttuk, hogy ez így van. A felső része egy csekélyebb víz, az inkább egy kis halas víz a felső része a versenypályának. De igazából a kettő egyenlít egymást. Nem tudjuk azt, hogy most mikor, hogy megy, hogy nagy hal, kis hal. Föl lehet venni a versenyt a kis halakkal, nagy halakkal. A nagy hallal kevesebbet kell dolgozni, a kis halas, ugye az mindig értelemszerűen többet dolgoznak a horgászok. Tározónak melyik a mélyebb része? Melyik a gát első része. Ezt látjuk itt. Jelöltük rendesen rajta a mélységeket, itt megy egy meder szakasz, ez a meder rész, úgyhogy ez teljesen végigfut idáig. Igazából a kettes szigeten is el lehet érni, az egyes szigetről is el lehet érni az egész mély vizet, valamint a gátnak erről a részéről. Teljesen kiegyenlítődött a verseny, igazából a pályakitűzésnél ezt mindig figyelembe veszünk. Na most, hogyha már a meder szakaszról beszéltünk, akkor nyilván ez ugye magának az agyvának a valamikori természetes maradványa, hogy úgy mondjam. Igen. Hát azt viszont erősen érinti itt a kettes sziget környéke, az egyes sziget környéke, erről a részről mit kell tudni? Hát igazából a kettes sziget az mindig úgy egy sóderos, egy jó kagylópados rész. Innen el lehet érni teljesen a meder részt, nem kell túl messzire sem tudni. Látjuk, hogy itt megy a meder rész, ez 100 méteren van. Az egyes szigetről már messzebbre kell betudni, hogy elérjük a meder részt, de vannak olyan részek is igazából, amik úgy szintén mélyek. Nem feltétlenül most a mederparti részekkel gondolni, hogy ott jobban jön a hal, van amikor igazából teljesen kiegyenlítődött a verseny, mert igazából minden részről volt már nyerés, tehát minden, a túrnak minden részéről volt már első helyezett került ki. Aha. Nyilván, amikor egy versenyről beszélünk, akkor aktuális hajjárásról kell beszélni, stb. De azért itt több mint 100 óra alatt ki fog derülni, hogy melyik rész a jobb időjárástól függetlenül. De mégis úgy általában, most az elmúlt hetekben, napokban mit lehet elmondani, melyek most a talán jobban muzsikáló részek? Én szerintem a favorit helyek azok mindenféleképpen a gáti rész. Aha. Nagy halas víz, az utóbbi időszakban az eltelt versenyekből is a gátról kerültek igazából a győztesek. Én véleményem szerint megint a gát fog a nagyobb halakkal előnybe kerülni. Taktikai szempontból nyilván mindenki mást és mást próbálgat. Hallottuk itt az imént a Mikola Petiéktől, hogy ők ezt a tapogatós módszerben, már most az etetésről, hogyha beszélünk. Hogyha ezeket a különböző szektorokat összevetjük, mennyiben másabb mondjuk itt a kettes sziget és környéke, esetleg távolságban, javasolt végszerelékben, etetés módban, technikában, illetve mennyiben más mondjuk itt ez a viszonylag hasonlóbb gáti rész? Tapasztalatok alapján a gáti szakaszon majdnem mindenki egyforma részről szokott horgászni. Aha. Tehát igazából az etetési sávok azok teljesen a távolsága 80 méter. Mindenki 80, ott horgászni. Igen, igazán. Aha. Próbálkoznak, amikor nem megy a hal, akkor bejebb dobálni is, de én azt mondom, a 80-90 méter környéke, ahonnan mindenki jó szokott fogni, igazából szerintem az. A kettes szigetnél ott inkább, itt a kettes sziget, a kettes szigetnél inkább megpróbálják elérni a medvet, bejebbről horgászni, az ökoszigetek felé bedobálva teljesen. Ugye a százas bolyák vannak letéve, a százas szektorhatárok, vagyis a százas a távolságdabból ki lehet dobni, tehát nem lehet ki.
De mondom, igazából a kettes szigetnél van, mint az egyes szigetnél van az, hogy inkább messzebbre dobálnak. A gáti szakaszon majdnem mindenki egyformán. Felezős pic, amiről még felezős egy kicsit az nagyon jó. Kevesebb szó esett. Eddig. Igen, a felezőről azt tudjuk elmondani, ott is volt a tavalyi évben, azt hiszem a tavalyi évben ott győztek, ott onnan került ki a nyertes. És most két csapat ül? Igen, tavalyi évben ezen az oldalon volt az első helyezett erő, tehát most a B8-as szektorból került ki. A C1-es, a B8-as, mind a kettő jó hely. Az SBS Szikó tímül most, akkor ezek szerint ők jó helyre ültek. Szerintem Kovács jó helyen. Jó helyen. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van. Na most, ha már őket kiemeltük, igen, akkor ki az, akit így első ránézésre a helyek alapján esélyesnek lehet nevezni? Nyilván nagyon-nagyon messze van még a vége, igen, de így előzetesen. A gátnak a része, én azt mondom, a Top Secret ugye ők már nyertek, ők mindenféleképpen egy előnyös helyzetben vannak, az A2-re kerültek. Véleményem szerint ők nagyon jó helyre kerültek, jó úsztak, ismerik azt a vizet, meg most az utóbbi időben igazából onnan jöttek a nagyobb halak. Uh-huh. Én szerintem, én amit tudok mondani, én erre gondolok. Na hát kíváncsiak leszünk, és kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakul majd akkor a folytatásban. Józsi, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél ide hozzánk, és a nézők nevében is ezt a rövid kis tájékoztatást. Köszönöm. Köszönjük szépen. És hát most már szóba kerültek, hogy ki hol helyezkedik el, például az SBS-ről is egy rövid kis szó esett, de a folytatásban nézzük meg, hogy hogyan zajlott a sorsolás, esetleg mennyire esett le a versenyzők vércupra, amikor kihúzták azt a bizonyos első cetlit mutató, első cetlit, amin a szám volt, a hely. Hát izgalmas volt, én úgy gondolom, az eredmény már megszületett, jöjjön ez a bejátszás. Hát itt most vagy igen, vagy nem alapon dőltek el a dolgok. Az 50% esély, az ugye azt jelenti, hogy vagy igen, vagy nem. Így van. Hát a vagy nem jött be. Így van, hát sajnos ez van. Nem mindig van mellettünk a szerencse. Most úgy néz ki, hogy nem. Az elmúlt időkben is a sorsúzás szempontjából nem volt mellettünk. Hát majd most meglátjuk. Hát itt túl sok mindent. Sok jövőt nem jósolunk magunknak, de hát sose lehet tudni. Pont most lehet érdekes az, amit mondtál, hogy kiszámíthatatlan a halak kapó kedve, ugye? Hát igen, de azért vannak favorit helyek, tehát ezzel a helyről még seha senki nem nyert. Tehát persze bármi lehetséges, de ha egy mód lett volna rá, ezt inkább nem húzom. Tehát ez van. Mindig eszembe jut a párhuzam, ami a World Cup klasszikon volt, hogy Mikula Petiék szinte az utolsó helyről húztak egy olyan helyet, amit többen is visszadobtak már, és a végén onnan nyerték meg a versenyt, tehát bármi az utolsó pillanatig a jövő hét folyamán eldőlhet. D7-es. Radujéknak pedig a B3-as maradt, vagyis elmennek az egyik szigetre a PVTB csapat tagjai. Most akkor megint megkérdezzük őket, hogy nekik tetszik-e a hely. Józsi, B3-as hely maradt nektek, ha lehet ezt mondani. Szerintem nem lesz rossz hely. Úgy, ahogy mondtam az előbb is, vagyis hát nem olyan régen, egy olyan közepes hely. Én az örülök neki, hogy ez maradt bent. Egy bajom van csak, hogy mind a három PVTB csapat egy szektorban van, a B-ben. De legalább nem kell messzire menni, hogyha barátkozni akartok. Így van, ebben igazad van, és hát megpróbáljuk, azért ismerjük azt a részt. Ott a környéken már horgáztunk az előző években is. Van ennél sokkal rosszabb hely is, meglátjuk. Szerintem jó lesz, én bizakodok. Hát akkor sok sikert nektek. Köszönjük szépen, szurkoljatok. Elég bejáratott szabályrendszerrel rendelkezünk, ugye ez a 20. ebbe a szériába. Gyakorlatilag 100 méteres távolságra vannak a bólyák, csapatszámtól, illetve vízállástól függően 30 és 50 méter közötti a dobási szektoroknak a szélessége. Bojlizni kell, tehát a csali csak bojli lehet, azon belül is a 10 mm-nél nagyobb átmérővel rendelkező. Évről évre jobban limitálva van a szárazanyag, illetve a kiegészítők használata. Jelen pillanatban 50 kg szárazanyagot lehet használni, a bojli felhasznált mennyisége nem korlátozott. Ez ugye nem is meglepő a maconkai halállomány ismeretében. Illetve most a bója között is már a további hetetés, tehát a 100 méteren túli intervallumba lehetséges. Ez azoknak a csapatoknak kedvez, akik ilyen nagy távolságra nagy pontossággal tudnak etetőanyagot bejuttatni, mert a dobás önmagában nem elég. Hogy érzed most az eloszlását a csapatoknak, hiszen neked már, hogy úgy mondjam, a kis ujjadban van, hogy ki mikor hol horgászott, most mennyire számítunk izgalmas versenyre?
Hát többek között én azt is szeretem ebbe a versenybe, hogy olyan erős a mezőny, hogy soha nem lehet biztosra menni. Most is országos bajnokok, világkupa győztesek, világbajnokok, és emellett 8 korábbi mocsonkai bajnokcsapat indult. Innentől kezdve egyrészt a csapatok erőssége is bármilyen meglepetést okozhat. A másik viszont, ami mocsonkai specialitás, hogy gyakorlatilag már nem tudok olyan helyet felmutatni, ahol ne értek volna el díjazást, komolyabb eredményeket, vagy a legnagyobb haldíját. Annak ellenére most arra számolunk a jelen időjárási, vízállási és halbiológiai körülmények között, hogy a gáti szakasz nattestű állomány egy jó csapat, ha kifogja ezeket a rajokat, akkor verhetetlen lesz. Lehet, hogy nem lesz igazam. Hamarosan kezdődik a verseny. 5, 4, 3, 2... Hát az imént hallottak történtek bő 3,5 órával ezelőtt, ekkor kezdődött a verseny érdemi része. Hát a sorsolás után hallottunk rövid értékeléseket, Kovács Zoltán elmondta, hogy az a hely most akkor jó vagy nem jó, hát végül is elhangzott az imént, hogy a felező környékére kerültek. Stúdiónk következő vendége pedig Dél István, akit köszöntjük a stúdióban, és köszönjük, hogy házigazdaként itt most minket befogadott. Ugye a verseny egyik főszervezőjét üdvözlöm itt az élő közvetítésben. A mai alkalom egy különleges alkalom, mert hogy egy nagyon komoly mezőny gyűlt össze a tározó partján, és hát gondolom, hogy elégedett így már elégedett vagy már így a verseny elején is a mezőnye azokkal a csapatokkal, akik ide jöttek, mert hát nagyon nívósá alakult ez a kis társaság. Mindig megvan az izgalom bennünk, de azt hiszem, hogy vannak az elégedettségre. Én is szeretném köszönteni a kedves nézőket és a horgászbarátainkat is, itthon és a határokon túl. Úgy gondolom, hogy ez a verseny a jubileumi verseny rangjához méltó mezőnyt hozott össze, ami túlzás nélkül elmondható, hogy nemzetközi szinten is a legnívósabbak közé tartozik. Annyit kell tudni róla, hogy világbajnok, világkupa győztes, országos bajnokok, illetve 8 korábbi mocsonkai bajnokcsapat található a jubileumi mezőnyben. Én úgy gondolom, hogy akik tudtak, eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, szeretnek ide járni ezek a csapatok, mert itt valós megmérettetés van, és tényleg próbáljuk olyan értelemben is kiszolgálni őket, hogy a sokszor emlegetett esélyegyenlőséget a lehetőségek határain belül persze, de minden körülmények között biztosítsuk. Nemzetközileg nagyon népszerű ez a verseny, ez bizonyítja az is, hogy gyakorlatilag ugye Romániából, Szerbiából, Németországból, Ausztriából és Szlovákiából is jöttek csapatok, és hát így összességében ők többen vannak, mint magyar együttesek. Minek köszönhető ez, hogy ennyire népszerű? Gyakorlatilag sokat beszélhetnénk és reklámozhatnánk akkor, ha nem lenne valós produkció a természet, illetve a halak részéről. Ez a fő momentum, azon belül azok a természeti tényezők, amik az esélyegyenlőséges pályakitűzést is adják. A másik talán ennek a tájnak a vendégszeretete, a kiszolgálás. Ugye Magyarországon Nógrád megye egy kis megye, azon belül Bátony terenyesen egy nagyváros, és ennek a gyöngyszeme ez a csodálatos környezetben levő víztér, amit próbálunk úgy fejleszteni, hogy ezeknek a versenyzői igényeknek a kiszolgálására is alkalmas legyen. Ugye a mezőnyen, ha végig tekintünk, azért mindenképpen elmondom, hogy nagyon komoly a román támogatottságunk. Ennek az egyik alapkövét annak idején Tatanicó, a román pontyozás egyik legendája rakta le. Aki itt van most is. Igen, hosszú évek óta a versenysorozat elejétől műveljük együtt ezt az iparágat, ha így kifejezhetem magam, és ő felismerte a lehetőséget ebbe a versenybe, és mindig megpróbálja elhozni Romániának a legerősebb csapatait, és akkor még egy mondat Romániáról, azt azért tudni kell, hogy a európai, illetve a világponthorgászatában is kiemelkedő szerepet tölt be most ez az ország, nagyon komoly bajnoksága van, nagyon sok komoly profi élversenyzője, ebben még a magyar kollégáknak van mit tanulnia. Hát akkor gyakorlatilag ez is az, ami a nívóját emeli ennek a mai viadalnak. Az itt igazság, hogy ma már elhangoztak azok az apróságok, amik így elsősorban először apróságnak tűnnek, de hát nagyon fontos egy verseny lebonyolítása szempontjából a szabályok, mert hogy szabályok nélkül nem lehet játszani semmit, mint hogy horgászversenyt rendezni sem. És ezek a szabályok idén változtak, vagy legalábbis ezen a versenyen változtak. Szóba került az, hogy a sorsolás szisztematikája is módosult. Miért jobb ez? Nikola Peti már elmondta az ő véleményét.
De hát igen, így a versenysorozat elején, és ugye egyre később egyébben inkább az eredményekről fogunk beszélni, mint a szabályokról, de azt látni kell, hogy a többség véleményét próbáljuk képviselni a szabályrendszer mindenkori korrekciójában. Itt is csak egy a cél, hogy ne menjen egy olyan irányba verseny, amikor már borítékolható, hogy melyik helyen milyen helyezést lehet elérni, illetve próbálunk kizárni minden olyan tényezőt, ami a sportszerűség ellen hat. A mostani szabályzati módosítási csokorban elhangzottak már a fő momentumok részemről is, illetve a meghívott vendégek részéről is. Az egyik kiemelendő ismétlésképpen még a távdobás, illetve a távvetetés lehetősége. Gyakorlatilag egy megfelelő technikával rendelkező csapat, innentől kezdve akár 130-140 méteres távolságra is létesíthet etetést, ugyanis kivettük a keresztirányú pályákat, amik zavarták ezt a technikát a rendszerből. A másik pedig, ami talán megemlíthető még, a sorsolási technikának a változtatása. Gyakorlatilag kialakultak olyan rutinok, hogy megfelelő szerencsés számhozás után pontosan tudtuk azt, hogy ki csapatként melyik helyre fog tenni. Most egy picit változott a verseny, ami a felkészülésüket is befolyásolja, ugyanis a szerencsefaktor ilyen értelemben egy picit más dimenziót kapott, és adott esetben előfordulhat az, hogy az eddigi sekélyvízi specialista mélyvízre kényszerül, és viszont innentől kezdve ugye még jobban ott kell lenni a szerena versenyzőknek, ami szintén a sportszerűséget erősíti. Nagyon bízok benne, hogy ezek a szabályzati módosítások tartósak lesznek, ugyanígy elmentünk abba az irányba, hogy a etetőanyagok mennyiségét, illetve a minőségét is korlátoztuk. Ennek igazából nem a sokszor hangoztatott vízminőségvédelmi okai vannak, ugyanis elmondom, hogy a 800 és 1000 mázsa közötti halállomány 3%-ot eszik meg egy nap a testsúlyához viszonyítva, mennyibe kedvezők az időjárási körülmények, tehát maconkán nincs az az etetési mennyiség, ami hasznosulna, hanem igazából arról van szó, hogy a lehetőségek mértékein belül optimalizálják a fogást a csapatok. Nekem nagyon sok kérdésem van még, de hogyha esetleg önöknek is van kérdése, akkor azt ne tartsák magukba, hanem akár chat formájában írják meg nekünk, vagy akár a Facebook oldalunkon van erre lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel, akár Dérer Istvánnak, vagy akár a PVTV csapatának, és ezeket a lehetőségeinkhez szerint vagy élő egyenes adásban, vagy majd esetlegesen a további közvetítések alkalmával fogjuk majd tolmácsolni, illetve megválaszolni, vagy megválaszoltatni. Folytatásként itt a hivatalos rajtlista van előttünk, és hát 29 csapat az, amelyik indult, és hát köztük is sok visszatérő és sok korábbi bajnok. Itt volt már velünk ugye Mikola Péter a stúdióban, itt a neve, illetve a csapat neve mellett három kis trófea is, amely mutatja, hogy ők bizony már korábban többször sikeresek voltak itt. A többi csapatról mit kell tudni, mi az, amit érdemes kiemelni a nevezettek közül? Hát a Péterről azért én is megemlítem, hogy összesen két versenyző van, aki három maconkai bajnoki címmel büszkélkedhet. A másik egyébként Ladányi Tamás, aki ezeken a versenyeken jelen pillanatban nem aktív. Ebből is látszik, hogy nem oly egyszerű még egy ilyen tudással rendelkező versenyzőnek, illetve csapatnak se odaérni. A kétszeres bajnokok száma sem túl nagy. Ugye szintén lehet látni ezt a nevezési listából, hogy a SBS-ICO team, akik páratlan módon mind a 20 versenyen részt vettek változatlan összeállításban. Ők rendelkeznek két bajnoki címmel, illetve a Big Carp Magyarország teamből Ponyi Zsolt az, aki szintén ezt a lécet átugrotta már, és rögtön az elején, ugye, amikor nevet kellett említenem, Tatanicot említettem meg, aki szintén kétszeres maconkai bajnok. Ezen kívül még számos bajnokot lehet találni, és vannak olyan csapatok, akik 30-40 kupa győzelemmel rendelkeznek különböző nemzetközi, illetve országos versenyeken. Gyakorlatilag ez a mezőny mindig úgy kerül összeválogatásra, hogy nulla eredménnyel nem lehet bekerülni, akik viszont már letettek valamit a versenyszerű pontyfogás asztalára, ők ismertetik a eredményeiket velünk, ezeket visszakontrolláljuk, és ez alapján kerülnek kiválasztásra a csapatok, akik indulási jogot szereznek az Európa kupán. A többségüknek nem jelent gondot talán az, hogy hát, hogy ki ismerjék azt a látózást, de a vizet ismerik. Mégis mi az, amit mondjuk most ebben az esztendőben új arcát mutatja az eddigi tapasztalatok alapján a tározó? Hát ugye a kései, például az, hogy későn ért ide a nyár, az egészen biztosan egy furcsa arca a természetnek, meg hát így gondolom a tározó élő világának is.
Hát a hölgyeket és a vizeket nehéz teljesen kiismerni, egy élet is kevés rá, ezt elég sokan tapasztaljuk az idő múlásával. Való igaz, hogy extrém volt a idei időjárás, április 2-án még havas volt a vízpart, ugyanakkor az első bojlis versenyen április 19-e táján 30 fokot közelítő hőmérsékletbe volt részünk. Már egy 7 fokot mértek itt, ugye? Így igaz. És gyakorlatilag utána pedig visszatért a kora tavasz, több hétre is. Egy nagyon csapadékos időszakon vagyunk túl, amikor tényleg 9 fok, 7 fok ilyen hajnali hőmérsékletek voltak, tehát egy márciusnak megfelelő periódust éltünk túl remélhetőleg. Hát ha hihetünk a meteorológiának, akkor elindul egy melegedés a verseny során, egy hidegfront betörés után, ami viszont a szélirány, a légnyomás változással együtt nagyon nagyban befolyásolja majd az eredményeket. Gyakorlatilag azt azért látni kell, hogy egy ilyen szinten a versenyzők egy picikét a meteorológiai szerencse kezén is forognak. Továbbra is arra buzdítom a nézőket, hogyha gondolják, akkor tegyék fel kérdéseiket. Persze nem baj, hogyha önökben marad, mert azt jelenti, hogy akkor minden kérdésükre választ kaptok a beszélgetésből. Érdekes dolog a ponthorgászat, hogyha versenyszerűen űzik a csapatok, mert hogy az első órákban elvileg nem sok minden dől el. Aztán ezt az én véleményemet rögtön megcáfolták itt többen. Nagyon fontos a jó kezdés. Jó, fontos a jó kezdés, Maconkán is? A jó kezdés minden sportban kócsa sikerhez, ugyanis lehet, hogy elbizonytalanítja a többieket. Azt látni kell, hogy ez egy kőkemény taktika is a 115 órás versenyidőben. Nagyon sok olyan trükköt láttunk már itt az elmúlt versenyek kapcsán, amire elsőre nem is gondolna az ember. Természetesen egyfajta pszichológiai hadviselést is jó keretek között lehet lefolytatni. Egy-egy látványos kezdéssel, egy kiemelkedő mozzanattal. Ebből azért nagy ívet még nem lehet húzni a verseny végeredményre vonatkozóan. Olyan példákat, hogy mondjak el, hogy többször előfordult az, amikor az utolsó órában fordult meg az eredmény. Volt, amikor az akkori 100 órás időkeretből 99 óra 30 percig folyamatosan vezetett egy csapat, de végén utolérték. Pillanatnyi szerencsén is múlhat a dolog, de emögött a pillanatnyi szerencse miatt kőkemény tudás is lakozik. Hol tartunk most? Mert hogy talán ez, ami leginkább érdekli a nézőket a számítógépek monitorja előtt jelen pillanatban. Mikor lesz az első mérlegelés, avagy vannak már olyan esetek, ahol megtörtént az első mérlegelés? Hát ez mindig egy ilyen kis lelki feltöltődés nekünk, az első halnak a megjelenése. Nagy örömmel ültél az autóba, láttam. Nem tudom, a negyedik nap, hogy nem tudtam megállni, hogy oda nem menjek, mindig rácsodálkozok el a jelenségre, holott nem meglepő, hogy előbb-utóbb halad fognak egy ilyen versenyen. Örömmel mondhatom azt, hogy a felező félszigeten egy 11 kg 11 dekagrammos tükörponty esett zsákmányul. Kérdés, hogy melyik csapattól, mert hogy ma már az SBS háromszor is szóba került. Egész közel vannak az SBS-hez, ők a B8-as csapat, a Szereál fogta ezt a pontyot Romániából. Emilián Parasiv is nem először szerepel ezen a versenyen. Emellett még egy nagyon szép színezékű koi ponty is van a birtokukban, de megindultak a halak a gáton. 3 kilós, illetve 5 kilós példány, az egyes szigeten 2-8-9 kilós példányról tudunk, illetve az SBS is elkezdett erősíteni, mert egy bő 5-ös tőponty került ezekben a percekben mérlegelésre, sőt már a kettes szigetről is vannak híreink. Akkor értem, hogy a Mikola Petinek miért csörgött a telefonja, most már nagyon menjen, mert itt ült szerintem szegény egy jó bő órát, ugye a román kollégák ezt megelőzően szintén egy beszélgetést folytattak vele, és a román nézők is hallhatták természetesen ezt. Neki meg már nagyon sietnie kellett akkor ezek szerint. Most, hogy beindulnak a halak, ez azért jó eséllyel azt jelentheti, hogy idén megint nagyon-nagyon sok halat fognak majd a versenyzők, mert azért ez az időszak talán kedvezhet. Hát én úgy gondolom, hogy ha az a meteorológiai helyzet bekövetkezik, hogy tényleg lesz egy tartós felmelegedés, és ehhez a megfelelő légnyomási értékek, illetve a szélirány is párosul, akkor jó versenyre van kilátás. Teljesen tömeghalhorgászatra azért nem, mert a előzetes terveinkkel szemben most nem került sor a versenyerő telepítésre. Ennek az a technikai oka volt, hogy olyan mennyiségű csapadék esett a termelő halastavakon, hogy még traktorral se lehetett volna megközelíteni. Ez viszont egy érdekes dimenziót fog adni ennek a versenynek, ugyanis nagyon magas átlagsúlyt várunk a eddigi versenyek többségével szemben. Én most így megkockáztatom, hogy 5 kg magasságában fog zárni a mezőny.
innentől kezdve érdekes lesz a sok kishal, illetve a kevés nagyhal dimenzió. Volt már olyan versenyünk, ahol a Genti szakaszon 11 kilós átlagsúlyt értek el. Az, hogy elkezdődik a verseny, jönnek majd az első eredmények, hogyan várhatják majd ezt a nézők tőlünk, mert hát folyamatosan közvetítünk ugye innen Maconkáról, és nyilván erre kíváncsiak leginkább, milyen etapokban lesznek majd a mérlegelések. Erre is megvan egy jól bevált szisztéma. Azt tudni kell, hogy Magyarországon példa nélkül Maconkán a kezdetektől teljes körű számítógépes feldolgozásra kerültek a fogott halak. Ez több mint 65 ezer halat jelent már a adott bázisban. Minden egyes hal mérlegelésre kerül és faj szerint, illetve jelleg szerint regisztrációra. Arra kell majd számítani, hogy két mérlegelési kör van naponta, egy reggel 7 órás zárású állapot, és egy este 7 órás zárású állapot, amire szerencsés esetben az ilyen élő bejelentkezések alkalmával majd sor tudunk keríteni már, tehát egy viszonylag prompt értékelés lesz az esti kapcsolásoknál. Ezen kívül tudomásom szerint a PVTV-nek a webes felületén, illetve a Haldorádó webes felületén is ezek az értékelő táblák folyamatosan rendelkezésre fognak állni. Faj szerint, csapat szerint, átlag súly szerint, darab szerint, jelleg szerint lehet tanulmányozni a trendeket, lehet következtetéseket levonni, vagy csak jóslásokba bocsájtkozni. Én tényleg laikus vagyok a bojlis horgászatban, és hát remélem, hogy nem derül ki csak így, hogy így ezt emlegetem, de engem roppant felcsigázott az, hogy ugye a Ponty és az Amur mellett ebben a tározóban élnek bizony Márnák is, mert hát az agyvának köszönhető erre lehetőség van. Mennyire fordul elő, milyen sűrűn fordul elő, hogy ezek a bajuszosok, fenékjáró bajuszosok megjelennek ilyenkor a versenyeken? Nyilván nem ők döntik el a helyezések sorsát. A Márna jelenlét egy kuriózum, amit meg tud tartani az életér, egy ezrelékes valószínűséget tudok mondani erre, hogy valaki éppen egy márnát fog fogni egy ilyen versenyen, nem igazán erre specializálódott se a halfaj, se a versenyzői csapat. Annyit kell tudni ezekről a versenyekről, hogy egyfajta állomány felmérést is jelentenek. Nagyon komoly tudományos háttere van egy ilyen eredményfeldolgozásának. Ugye a korfákat tudjuk látni a pontyoknál, meg tudunk győződeni az egészségi állapotukról, hogyha ez bármilyen más módon akarná egy tógazda megoldani, ennek több milliós költsége lenne. És azért maradt benne a Márna faj szerinti szelekcióban, mert egyrészt pontyféle, mondjuk ezzel az erővel folytathatnám még a sort, másrészt pedig ilyenkor van tényleg arra lehetőség, hogy egy adott felvétel megtörténjen úgy, hogy tudom azt, hogy biztonságosan tárolják a versenyzők, és rövid időn belül visszakerül éltető elemébe. Szóval akkor a verseny tudományos célokat is szolgál. Így igaz. Fantasztikusokat nem. Remélem az eredmények lesznek fantasztikusok, de a célok között vannak tudományosok is. István, nem tudom a kollégákkal mennyire tudjuk megoldani, de már ma már megbeszéltük bőven a tározó térképét, és lehetett látni. Neked pontos statisztikai adataid vannak arról, hogy melyek azok a helyek, amelyek eddig nagyon jól szuperáltak. Messze menő következtetéseket nem tudom, hogy le lehet-e vonni ezekből, de hát, hogyha a számok ezt mutatják, akkor talán. Mégis mondjuk melyik az a három hely, amely a top. Szerettem volna legalább mai napon még elkerülni ezt a kérdést, hogy jóslásokba kell jelni. Nem kell jóslásokba, ez a statisztika, tehát a számokról beszéljünk. A statisztikát azért nehéz így elmondani, és egy percet rá is szállnak erre, hogy több fejlődési stádiumon esett át a tározó fejlesztése. Uh-huh. Bátonterenye városi és Nógrád megye önkormányzatának támogatásával több nagyívű rekonstrukció történt a területen. Ez egy kizárólagos állami tulajdonú víz a vízügyi igazgatóság közreműködésével. Gyakorlatilag régen a gáton volt például egy félsziget, aminek már csak az emléke van meg, illetve a térképen egy szaggatott nyomvonal jelzi, illetve ki lett bővítve jelentősen a kettes sziget, és ezáltal egy új kotrási dimenzió is nyílt meg, ahol 6 hektár feltöltődött rész kikotrásra került, ideértve az agyvának a főmedrét is. Innentől kezdve, hogyha időszakonként nézem az esélyes helyeket, volt egy olyan időszak, amit Lőrinc Józsi is megemlített, hogy a kettes sziget, sőt a Péter is célzott rá, ahol ők vannak, azok többször voltak nyerőhelyek, SBS is fajlagos világcsúcsot ért el ott annak idején a ponyfogás intenzitásában. 100 óra alatt több mint 300 pontot fogtak erről a helyről. Ez egy statikusan jó hely volt. A gáti szakasznál mindig az az izgalom volt a kulcs, hogy a lassabban induló nagyhalak,
érdekes módon itt az etetésnél jóval később indulnak be az igazán netestő halak, időben odaérnek-e és átveszik-e a vezetést az összsúly tekintetében. Onnan volt ugye többszörös nyerés, gyakorlatilag én azt mondom, hogy a D5-től A3-ig terjedő helyi intervallumban. Lehet a legnagyobb esélye, az a gát közepe, se nem a túl mély, se nem a túl sekély víz. Már az említett árvaszonyogmezők pillanatnyi virágzása ezt nagyban befolyásolja, és ami egy nagyon érdekes új jelenség volt, és az én véleményem szerint az évről évre halványulni fog, hogy a Kettesziget C3-C4-es pozíciója között van az a hely, ahol el lehet érni az agyba medertörését, és ugye Maconkán általában az uralkodó szélirány az észak-észak-nyugatias szél, és hogyha tartósan ilyen szél van, akkor ez a meder megvezeti a halakat, és ez a C3-C4-es pozíciónál egy jó etetési beállítással gyakorlatilag, mintha egy folyosón érkeznének a halak az etetésre. Éppen ezért kapta föl a fejét a nemzetközi mezőny is, amikor kétszer egymás után sikerült innen Európa kupát nyerni. Természetesen bárhol akadnak meglepetések, de azért ez a három hely gócpont az, ami esélyes lehet. Na, hát kíváncsian várjuk akkor, hogy ez így lesz. István, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és természetesen a többi ilyen élő kapcsolás alkalmával is számítunk a szakértelmedre, illetve a tájékoztatásodra. És hát reméljük, hogy hamarosan az első eredményeket is majd közölhetjük a nézőkkel, illetve hát a PVTV weboldalának olvasóival. Köszönjük szépen, István, hogy voltál velünk. Kedves nézőknek pedig idéglenesen a figyelmét köszönöm szépen. Azt azért elmondanám, hogy az időjárási előrejelzések ugye azt mutatják, hogy ahogy István is mondta, lassú melegedésre lehet számítani, de ez a lassú melegedés párhuzamosan folyamatos ilyen csapadékkal, a meteorológia szerint akár 10-12 milli csapadék is várható az elkövetkező 24 órában. Hát ez jelentősen rontja a komfortfokozatát a versenyzőknek, az majd kiderül, hogy a halak kapó kedvére ez hogyan hat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kollégáim nevében is, hogy velünk tartottak a mai nap folyamán, de ne kapcsoljanak el a PVTV-ről, hiszen pillanatokon belül a pontyozó suli kezdődik majd a PVTV élő adásában, majd a Fogas-fogás őrült horgászok című sorozat, illetve az Ultimate Fishing Show, úgyhogy úgy gondolom, hogy ma estére is kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást tudunk kívánni és kínálni is önöknek. Köszönöm szépen még egyszer kollégáim nevében is, hogy velünk voltak. Viszont látásra, holnap is tartsanak velünk, hiszen 8 órától élő egyenes adásban kapcsoljuk Maconkát. Jó estét! Thank you.